Na de nézzük, Dániel vajon képes lesz ezt überelni. Húha, hát Dániel eléggé odarakta ezt, így elsőre. Mi ez? Hát ez... itt is sok mindent akartak, és abból így körülbelül nulla jött össze. A csaj arca egy ilyen animéből lett. Igen. Kiszedve. Annyira szeretem amúgy az ilyen filmekben, hogy... de ezek így konstans az ilyen B-kategóriás filmeknél megfigyelhető, főleg az... az Iron filmeknél, hogy a szereplők, a színész neveiket így fölírják. Mint hogyha ők ilyen, nem tudom, nagy hollywoodi sztárok. Mm-hmm. Igen. Most nekem tudnom kéne, hogy ki az a David Shark Frolic. Tehát tényleg, most ne haragudjál, te tudod, hogy ki ő? Fogalmam sincs. Na hát akkor így már ketten vagyunk. Tehát hát gondolom valami köze van a cápához, ne Shark. Nem tudom. De ez... Hát nem, menjünk, ez nem, nem. Én azért még picit úgy nézegetem a részleteket, de nincs ebben semmi, tehát tényleg ez a csaj, ez annyira nem működik itt. Olyan, mintha aludna. Hát szerintem alszik is. Megnézte ezt a borítót, és elámosodott tőle. Hát de egy sínen? Hát, már most miért ne? Tudod, olyan kellemesen rezeg a sín, hogyha jön a vonat, és arra olyan jól el lehet aludni. Aha. Hát utána jó darabig alszott. Oké, next. Mi ez a mézes kalács ember? Igen. És ennek ugyanaz... És egyébként Gary Busey. Nem érne. Hát ez a valódi alakja. Amikor nem kapsz minket, akkor így igen. Néz ki. Egyébként én is azt akartam mondani, hogy valami ilyesmi lehet, amit ő lát reggelente a tükörbe. Igen. Ez ugyanolyan feje van, mint a gyereknek a sévborítón. Igen. És megint a kések. Kés. Egy. Mi van a tűzben? Van ott valami, vagy csak... olyan furán. Csak valami kis edényben elérakva, de... Ja, nem arra gondolok, hanem magában a tűzben ott van egy ilyen ja, fekete, nem, de nem, nem azt hittem valami ember, vagy... Evil never tastes so good. Ez hát kivéve talán az Evil Dead 2-ben, amikor azt mondja, hogy taste this. Vagy igen. Hogy mondta angolul. Swallow this. Jó. Mehetünk, mert ez... Mert... erre nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Na ez is azért ott van... De szerintem ebben játszik egy színész, aki benne volt a Spikerbe is. A Frank Zagarino az ismerős, ez a név. Igen, ő igen. Volt az. Ő volt. Most megnézhetjük, hogy Spiker hogy néz ki valójában. Sztárja. Mission 2002. Ezt is megnézném azért. A holdra szállásról szól, és... De azért, de érted, annyira jó, hogy kimész az űrbe, és viszel magaddal egy gépágyút. Biztos oroszok. Én nekem azt tetszik, hogy ugye ez a tipikus, amikor nem tudják rendesen odarakni a karaktert a képre, vagy csak nincs idejük, vagy leszarják, és ilyen aurát csinálnak köré, ezt a fehér aurát. Igen. És itt még a fehér aurával se sikerült kitakarni azt a borzasztó ráillesztést. Tehát ott a feje hátuljánál ott látod, mi történik a csávónak. Tehát... Ja, ott, ahol a frizurája olyan itt. Csentékel, igen. Ahol a pesz. Hát látod. Igen. Hát ez... Atyavilág. Hát itt nehéz lesz egy kedvencet választani. Abszolút. Az és az ott minála egy lánc? De... Nem, az a töltényhüvely. Ja, a töltényhüvely. Ó, én kérek elnézést, a töltényhüvely, hát persze. Egyébként egy pillanatig azt hittem a jobboldali muksóra, hogy az a... Jaj, hogy hívták a Gyűrűk urába a Samut? Sean Austin? Ja, igen. Azt hát kb. Egyébként most itt tart a karrierje szegénynek. Nem, hát ő Frank Zagarino, hát ki más, nem ismered a, meg. De ott is lehet, hogy a másik csávó a Frank Zagarino. Várjál csak. Igen, a másik lesz a Frank Zagarino. Most, hogy mondod, valóban, akkor ő Kyle Watson. Hát nem ismered meg. Valahogy nem ismered meg Kyle Watson? Vagy Kyle? Kis Kyle füle van? Na jó, menjünk. Köszönjük szépen. Nagyon emlékezetes volt. Danielnek, ez egy erős trió volt szintén. Milán következik. Precious Cargo, Bruce Willis fejének kitört a dereka. Jézus Mária! Ú, de szar ez! Ez iszonyúan bizarr. Tehát itt... Igen. Ez tényleg az. Mert így olyan, mint elsőre, ha ránézel, mintha a csávónak eltört volna a dereka. Igen. Aztán rájössz, hogy a csávó segge az Bruce Willis orra. És amúgy... A csávó segge az Bruce Willis szája. Ah, eat my ass! És van egy gyémánt. Nem tudom, mennyire igen, látod a gyémántot. Igen, látom. Tehát, ha nem lenne elég zavaros a kép... Húha, ez... Fú, tehát megfájdul a hátam, ha ránézek erre de a képre. Ez tudod mi? Ez Cronenbergnek a szüleménye.
És Bruce Willis már hanyadjára volt egyébként? Másodjára? Harmadjára? Itt is ugyanazzal az egy arccal. Természetesen. Jó, menjünk, mert ezt minél... Rossz nézni. Ez beleég az agyamba. Ez, azért nagyon... ez is dobogós eddig nálam. De ez tudod mi? Ez kellemetlen. Igen. Ez nagyon-nagyon rossz. Hát ha a legrosszabbat kéne mondani, akkor eddig talán ez. Mert tényleg fájdalmas ránézni. Én azért még azon a oroszlán tojásom, vagy mi volt. Jó, akkor ez meg az. Jó, csak azt mondjuk egy 2 forintból dobták össze, ezt meg, ezért meg valószínűleg pénzt is fizettek. Na jó, menjünk tényleg, mert rémálmaim lesznek. Jaj, ne! Ne! Tudtam, éreztem, hogy lesz valami marveles. Hát ez igen. Bár ennél szerintem volt rosszabb is. Hát ez a ömlesztés gyakorlatilag mindent tegyünk rá. Igen. És elég szomorú, hogy ez egy ilyen nagy szuperprodukciónál. Műanyag. Tehát igen, elképesztő, hogy mennyire leszarják a posztereket. Tehát borzalmasak a Marvel filmek poszterei. Egy-két kivétel van, nekem például a Thor Ragnarökké tetszett. Az a zöldes, igen, sárgás. Hát ez látszik, hogy semmifajta koncepció nincs az egész mögött, csak mindenkit rátett. Úgyis mindenki megnézi. De ott alul az a nem tudom mi, aki ott a tűzgyűrűből szökött ide és ott rombolja a hídat, az mi? Hát ha most rázumolok, látod, hogy ott van a Golden Gate híd. Nem, ez nem a Golden, de úgyis ez a Tower Bridge. Tehát látod, hogy itt van a Tower Bridge, és gyilkolja egy démon. Aminek ez megtörténik a filmben egyébként. Hát még tiszta szerencse. Ja. Igen, jó, menjünk, ez műanyag, tehát műanyag, ez tucat munka, ez az, ami iparos munka, de a rossz fajta iparos munka. Igen. Semmi lélek nincs benne, semmi szív nincs benne. Én nem szerettem ezt a filmet, de azt azért el tudom róla mondani, hogy azért volt benne lélek, tehát volt lelke a filmnek, nekem annyira nem jött be az egész, de ez... Kreativitás ebbe a poszterbe egy deka nincs. Deka nincs, és ahhoz képest, hogy ez egy 300 millió dolláros szuperprodukció, ez tényleg kiábrándító. Következő. Na, ez már megint. A Jézus Mária! Cook off! Amikor vissza... McCarthy. Igen, amikor visszasírod a séfet. Azok a fejek! Jézus, atya... De képzeld el, ahogy odaültetik őket, hogy... Na figyeljetek, az lenne a lényeg, hogy senki ne nézzen értelmesen. Mert ez egy vígjáték, látom? Érted? Vágjátok a leghülyébb arcot, amit el tudtok képzelni. Annál lehet egy kicsit idiótabb. De hogy... Fú, bazd meg! Minős, ez katasztrof. Haragszom erre az emberre. De tényleg, azért, ő azért nagyon bosszantó, mert ezt már elmondta egy pár helyen, de tudjuk, hogy ő színésznőnek is jó lenne egyébként. Hát azt ki tudja, lehet, hogy a film amúgy nem rossz, és tök jó benne a Melissa McCarthy, de nem ebből a poszterből fogod ezt megmondani. Valahogy, tehát vannak kételyeim, hogy ez a film jó. Tehát én nem akarok előítéletesnek tűnni, de valahogy nehezen hinném el, aztán győzzön meg, bár nem hiszem, hogy megnézem. Hát ezt... De... Még itt is felismerhetőbb a Melissa McCarthy, mint a Heat poszteren. Abszolút. Bírom, hogy tettek ilyen izét is a edényekre, hogy első helyzet, második helyzet, harmadik helyzet. Ja igen, az mondjuk aranyos. Az a csaj ott... Hát a szőke. Igen, majdnem teljesen bal szélen. Aha. Hát az valami gyalázat. Azt mondja, az a szőke. Hát igazából, hogy mindenki azt, ha jól látod. Hát tulajdonképpen, ja. Hát jó. Nem, ez... Hagyjuk. Ez nagyon rossz. Jobb, mint a, hogyha Bruce Willis a segget, de azért ez még azért így nem elég. Tehát következő Zsolt, és ő a szingapúri kollega egyébként. Tehát... Ó, na, szuper. És 4-et küldött. Miért küldött 4-et? Ja igen, azért küldött 4-et, mert hogy az egyik az egy eleje hátulja. Ha minden igaz. Úgyhogy hivatalosan, tehát egyébként 3, és az első az már is eléggé... Ezt le se tagadhatná, hogy valami távol-keleti szar. Erről nekem az Aliens versus Ninjas jutott eszembe, ha még emlékszel arra. Emlékszem, de... Ettől még nagyon bizarr. Mi történik a képen? Tehát van 2 betörő, akiket meglát a striptease táncos hajlamú zöld E.T. és úgy gondolja, hogy... elcsábítja őket a násztáncával, vagy mi? És a háttérben amúgy ott a hold, csak miért ne? Just for fun. Alamak tojol. Ettől a filmtől betojol. Jó, tovább. Nem akarom ezt tovább nézni. De jó szó, mi az a disznófej ott? Egy disznó, bazd meg. Az mi? Egyébként a... hátoldalán meg egy macska van, de mindegy, nem érdekes, egy macska fejű
valaki, de tök mindegy, az a diszpó, az mi? De már itt is az van, amit mondtam, hogy a 2002 missziónál, hogy van ilyen kis fehér fény, de nem tudják még így se odarakni rendesen. De, és a háttérben rajzolva vannak a szemek, és ott, ott egy disznó! Tehát... Nézd azt a színvilágot, ember! Ez LSD! Ja. Ez az! Ez egy ilyen, ez megőrülsz. Húha, jó van. A címét se tudjuk. Csinálták, ez biztos vagyok. Az a vicc, hogy utána nézni se tudunk, mert nem tudjuk a címét. Én valahogy kibírom, hogyha nem nézem meg ezt a filmet. De egyébként ránéz, érted, a szereplőknek az édesanyja, és mit gondolhat? Tehát aki beöltözött disznónak. Biztos nagyon büszke rá. Next. Jézus. Ez nem a Doom, ez a Doom. Doom, 3. Ez ami Mission Impossible paródiának tűnik így a cím alapján, a címbetű típus. Már még az se annyira. Ez indiai film, nem? Indiai. Uh-huh. Akkor az olyan 3 óra alatt biztos nincs. Ja. A 3 az lehet, hogy azt jelzi. A kalapos csávó az... az nagyon menő. Mindkét oldalon. Hát ez is ilyen Photoshop disaster egyébként. Igen, bár... nem annyira szar, tehát hogy mondjam, így látszik, hogy ez az a feláldozható poszter, nem? Igen, meg vicces, tényleg jó pofa, hogy a bukó sisakos csávó, ő ott vigyorog és közben ég. Az mondjuk vicces, de... Meg mindenki lángol. Igen, tényleg, ez egy... tényleg mindenki lángol. De mondjuk a csaj nem rossz elől. Igen, ez... elsőre rosszabbnak tűnt amúgy, ahogy így megláttam, ez annyira nem vége. Ja, nyilván a film azért vicces lehet, tehát... Hát gondolom, igen. Simán megnézném, hogyha nem sejteném, hogy 3,5 órás. Doom 3. Mielőtt az első kettő, lehet, hogy még itt lesznek. Na, a negyedikben meg már csak széndarabok lesznek a poszteren. Ja. Ja, ez lesz a... Ez a E.T.-snek a... Jó, ezt... Azért az a shotgunnal ott az nagyon menő. Igen. Iti szerű szönny shotgunnal. De itt viszont nagyon creepy itt fönt. Nem, creepy. Nem, ezt nem szeretném tovább nézni ezt a valamit. Húha. Abszolút olyannak tűnik. Igen. Amit. Nem szeretném tovább nézni ezt. Ez már sokat szóra mondjuk egyébként, hogy konkrétan rémálmaink lesznek némelyiktől. Ja. Következő. Radovan, hogyha jól olvasom a nevet. Húha! John Cusack még nem volt. Hát... És robotok! Robotok! Úristen, milyen robotok! Ezt megnézem. Érdekes, mert a kép felső része olyan, mintha így próbáltak volna minimálba nyomni, aztán alul meg elszabadul a káosz. Az a tipikus Asylum-os szar. Igen. Robotok! Hát ez zseniális. Biztos vagyok benne, hogy a filmben sokkal szarabbul néznek ki. Igen. Hát és az ott mi? Az egy jó kérdés, én is gondolkoztam rajta, hogy mi lehet az a kis simkártya ott a két főszereplő között. Egy világító simkártya. Az ott egy bűnös, tehát ez egy színkártya. Aha, nem rossz. Singularity. Hát ott valaki fekszik. Gondolom ez itt valakit felélesztenek a jövőben. Meg kell találni a személyazonosságát John Cusacknak, és nem John Cusack az androidot játsza, bocsánat. És ki kell deríteni. Igen. És ki kell deríteni, hogy mi történt a világgal, és hogy egyesítheti az embereket, mert Unite is van benne. Ez biztosan egy nagyon jó film. Biztos jó film, igen. Ezt szerintem meg fogom nézni. Föl van írva. Oké. Okay. Úristen, ne! Robert, ne! Mi? Menjünk tovább, jó. Hagyjuk. Menjünk vissza! Tehát, Robert Pattinson... Have to be... mint Bánki Benny. Háttérbe rajzból kivágott emberek. De nem, és akkor Robert Pattinson az alkonyat miatt szivatják. De vágott, hogy ő lesz az új Batman. Ezt mondjuk egy ilyen kép után nagyon-nagyon magasan van a léc. Úha. De sometimes we all need a little help. Hát én is nézem ezt a posztert nézve, ember. Hát Robert Pattinsonnak tényleg szüksége lesz ezután. Fú, basszus, ez nagyon rossz. Mi van ott a nyakába? A filmről én még nem is tudtam, nem is láttam nem. Még ezt. Hard to be. Hogy nézel ki, ember? De hátul is azok a fekete felek képnek. Ez iszonyat. Jó. Robert Pattinsonnak eléggé... kritikus szemlélete van a saját filmjeivel kapcsolatban, gondolok itt az alkonyatra, és lemerném fogadni, hogy most már ő is utálja ezt. Biztos vagyok benne.
De nem tudom, lehet, hogy a film nagyon érzelmes és megindító, és gitár van benne. Ez a baj egyébként, hogy nem jellemző, de láttunk már példát arra, van, hogy ilyen, egy filmnek borzalmas poszter van, és megnézed is közben igazából, mint például a Séf. Ugye te azt mondtad, ja. Szép, meg szerintem lesznek még ilyenek, hát ott volt a Pókember is, hát az is azért nem egy szar film. Mondjuk az se. Azért nem szar az a film. Én is azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez igazából egy tök kedves, mert még akár lehet éppenséggel az is, de akkor viszont a marketingest azt remélem, hogy másnap már nem hívták be dolgozni. Mehetünk az elkerülhetetlenre? Igen, persze. Tudjuk mi jön? Igen, már vártam egyébként. Ó, oh, igen, ezt annyira tudtam, hogy ezt beküldi valaki. Én és... akartam egy borító musta videót készíteni, ahol csak erről az egy plakáton beszélünk 30 percig. És Nicolas Cage nyilván. Egyébként itt szerintem a Thomas Jane az még üti is a Nicolas Cage-et ott jobb oldalt. Hát azon a bajusszal, nem is. Igen. Mint valami náci. De nem is tudom, hol kezdjem. Tehát... De mit tudsz erről mondani? Ez egy hamisítatlan Nicolas Cage borító. Szénnél van photoshopolva ez a fej, ezt nem tudom kihagyta jóvá. Imádom azokat a tengerés sapkákat ott nekünk jobb oldali csávókon. Igen. Csak egy ember nincsen sapkában, érdekes. Ja, a kopasz. Igen, a majdnem kopasz. Biztos fontos jelentősége van. És alul mi történik? Még éppen kinéz valahogy, hát nagyon sapkában. De ne viccelj már! Robbanás, csatahajó, cápák, mentőcsónak, búvár. Igen, de... Mi a fasz ez? Repülő! Mi? Ott egy nagy cápa, ott! Igen, látom. Mi a fasz ez a film? On a True Story of Survivor, ez nagyon úgy néz ki, mintha True Story lenne. Ezt, ha valami... Ez egy ilyen Ultimate Legend. Fogadni mertem volna, hogy ezt valaki beküldi. Én biztos voltam benne, mondom, hogy már vártam. Tehát ja. Nem offolt ki annyira, mint Robert az előbb. Hát igen, az azért rosszabb. Következő, Aaron. Jaj, hát úr, na apropó, jó filmnek szarborító. Igen. Hát ez igazából ez a szokásos... Törjön ki a frász, igen, egy tök jó film, de hát ez katasztrófa. Elhiszed nekem, hogy ezt a filmet még nem néztem meg? Nem-e? Pedig ez jó? Még nem. Első egy óráját láttam. De... És ismét a szokásos, egy szarul odaillesztett karakterek, a színvilág, ez hát tragédia. Ez jó Kasper, tulajdonképpen így. Jó. Szerintem mehetünk, nem? Tehát mehetünk, erről már nem, beszéltünk. Nem. Mi a jó szagú? Úgy mindjárt hátradől. Big Fighters. Egy penge van a lábában. Tényleg. Egy dobó és csillog. Egy dobócsillag. Az egy shuriken. Nem, az nem shuriken, az egy kis... kis köszörű. Köszörűkerék. Andy Bauman. Hallottál már Andy Bauman karrierjét? Nem, de hát megjárta a holdat, ahogy látom. Szerintem, mi az, hogy megjárta? Ő rúgta oda. Oké. Okay. Következő. Wow, na itt azért már van miről beszélni. Mi a fasz? A Norvég Ninja. Norvég Ninja. Mi, valaki a Death Snow-ból csinálta, nem értem sajnos, hogy ki. Aha, igen, mert németül te se tudsz meg én se. Igen. Már ha egyáltalán német. Valami skandinávnak tűnik ez inkább. Uh-huh. Fantastic Fest. Ezek a fejek szigorúak nagyon. A fejek nem igazán jók, viszont a háttér az egész jó. Ja, ezek a sok fegyver, igen. Elég jól néz ki. Elég jó, igen. Az előtér az micsoda, egy domborzati térkép? Aha, Norvégia. A partjairól, ha jól, vagy valami, aha, kikötő? Hát az vagy a tenger, vagy egy fekete lyuk, nem egészen tudom, de ja. Ez nem olyan rossz. Ennek, ha csak a hátterét nézed, akkor szerintem ez nem néz neki rosszul, de ez az előtér, ez nagyon gagyi. Ezzel a zöld szarral. Feltétlenül, hanem inkább az arcok nem jók. Hát ez a nekünk baloldali csávó, az tök viccesen néz ki. Jó, meg igen, a Kiefer Sutherland hasonlás. Jobb oldali az nem. Kicsit úgy néz ki, mint Kovács András Péter, ez a szemüveges baloldalt. Igen, tényleg. Ez nem olyan rossz. Ja, ezt megnézném egyébként. Igen, ezt lehet, hogy felírjuk. Köszönjük szépen Áronnak is, következő Dávid. Dolph Lundgren is itt van végre. Dolph Lundgrent ilyen fejjel még szerintem soha nem láttad. És ha megnézed a körülötte az élőholtakat, olyan nagyon nagy különbség nincs. Az arcokat elnézve. Az a fej? Hit first person shooter game, Death Trigger. Volt ilyen first person shooter game? Ezek szerint... Tehát ez egy videójáték adaptáció. Na most már elkezdett érdekelni. És figyeld már, fölülre csak annyit írnak, hogy The Expendables, ja várjál,
Hát a Dolph Lundgren referenciái. Ezt írták be, mint Dolph Lundgren referencia? Expendables, Punisher és... ez az. Universal Soldier. Komolyan a Punisher-t írtjátok oda? Hát mikor hát, lehet ez a film? Van egy kultusza. Annak hát de nem lehet annyi... Hát ez új film, mert a Machete Kills rendezőitől, tehát, vagy producereitől, tehát akkor ez egy újabb film. Ez simán, ez biztos meg fogom nézni. Igen, ez... Akár még lehet annyira bárgyú a rossz, hogy az már szórakoztató. Lundgren egyébként ő 10-ből 5-ször mondjuk képes erre, hogy... Ja, én mondjuk a helikopter helyébe vigyáznék, mert lejjebb jön, és akkor Lolf Lundgren lelövi. Pont egy vonalba lesznek a puskacsővel. Ja, igen, tényleg. És azért az a sár se semmi. Mint hogyha Dolph Lundgrennek puska kéne ahhoz, hogy egy helikoptert leszedjen. Az milyen rohadt, hogy mondjam, önellentmondás, mert sár van rajta és trikó. Ja, ez most döntse már el. Tényleg. Hát ez is egy erős darab. Ez ugyanaz a poszter, csak most Dolph Lundgren helyett egy... Nem, ezt tudod mire hasonlít? A másik Dolph Lundgren-es poszter, az a robotos szar. Igen. Tudod, a második vagy első... Is badminiz. Igen, igen. Az űrhajó az nagyon adja ott a háttérben. De meg ez az alien fej. Hát mint hogy két hete szorulása van. Most ne arra, ugye tényleg úgy néz ki, tehát ez... Jó, a háttérben az a... Föld lenne? Vagy... Igen, igen, felrobban a föld. Az nem néz ki rosszul, de hát minden más, az egy katasztrófa. Igen, egyébként a háttér nekem is tetszik. Az olyan Starcraftos. De... Jó a színvilága. Ja, de ez a... az előtér se rossz ezekkel a katonákkal. Ja, az UFO. Az UFO cseszi el. Az UFO-nál leblokkolt az agyam. Ez meg olyan, mintha a Metal Gear Solidból lenne a... lennének Érjen ezek a katonák. Á, William Shatner! De ez a és Sauron. Sauron! Ez Sauron. De ez nem egy lény, aki hasonlít Sauronra. Ez Sauron. Ja. Ez konkrétan ő. Megőrülök. Ez Sauron. Welcome to hell. Milyen jó édes. Lesz ezzel a hatalmas pengével ott lent. Mert egy édes. Sauron nem volt elég, a biztos nekem, azért alulra is tettek egyet. Most azt nézem, hogy ez... Mi ez itt ez a vonal? Hogy itt fogja a borítót a beküldő? De nem, mert itt fölül... Nézd csak a vonalakat. Látod, hogy itt valami nem stimmel? Látom. Tehát ez egy borító, ami egy borítóban van. És el van döntve? De figyelj, itt elég sok kérdés fölmerül azért ezt itt, a képet elnézve. Itt szerintem ezt elbaszták. Lehetséges, de tényleg fura. Ugyanakkor érdekes, hogy van az a vonal, de a shotgun cső ugye? Ki. Igen, tehát, azt nézem én is, hogy a shotgun az... A vonalnál. Húha. Ajaj. Beleszédülök ebbe a borítóba. Azért William Shatnernek annak idején, amikor a karrierje csúcsán volt, és mondták neki, hogy figyelj, Bill, hiszed, hogy lesz majd olyan időszak, hogy kettő Sauron között leszel a borítón? Egy shotgunnal? Egy shotgunnal? Nem tudom, mit szólt volna. Köszönjük szépen. Klón megint van ott a jobb oldalon. Egy micsoda? Egy Ed Helms klón. Ja. Ez is egy erős eresztés volt. Most már azért kezdünk igen. Itt mélyre ásni. Igen, durva dolog. Frigyes következik. És vannak még sokan, úgyhogy lehet, hogy előre is elnézést, lehet, hogy bepörgetjük egy kicsit a dolgot, bár nem könnyű igen, egyébként. Főleg ilyenekkel, mint ez! Mi ez? Kill! Ez Double Dragon, vagy nem is tudom, hát ez egy Double Dragon poster. De rohadjak meg, ez... Jó, most csak a előképet nézem, ami mi van a hátoldalán, azt nem. Az de engem se érdekel. Ez hangulatos. Hulladék, szar, zsé kategóriás film, és lefogadom, hogy ebbe a borítóban, mert úgy látom ez rajzolva van, 10-szer annyi munka van, mint az egész filmben. Amúgy. Mert most mi a film címe? Overkill. Overkill. Szerintem, mint a kép maga, Overkill. Meg tényleg, tehát most nézem én is, hogy amúgy ez rajzolva van, tehát hogy van benne meló. Egy ilyet szerintem rohadt nehéz összehozni. Ez az a fajta film, amit amúgy simán megnéznél, hogyha nem lennének itt a háttérben is, háttérben lévő jelenetek, vagy nem lenne itt a háttérborító, vagy a borító hátulja, ami látod, hogy milyen a film, és rájössz, hogy ez valószínűleg meg se közelíti azt az úzást, ami a borítón van. Hát ez Warrior of the Lost World, ugyanez. Ja, igen, hasonló. Iszonyú jó borítója van. De csak 87 perc. Hát, nagyon jó. Valószínűleg az 87-tel több, mint amennyit ér. Inkább 87 percig nézegesd a borítót. Így van. Na, megint Dolph Lundgren? Eddig ő vezet, ha jól sejtem, vagy ez csak a második? Alul meg...
Ezek, neki más csak csajok vannak. Csak csajok. Hát itt Dolph Lundgren szerencsés, és ezen Dolph Lundgren egészen jól néz ki. Igen, itt egész tűrhetően. Egészen beresz. Hát jobban, mint az előzőn. Nekem ez tetszik, ez a borító. Igen, ez nem rossz. Bár nagyon zavaró szerintem a címnél a szín. Nekem az is tetszik. Nagyon fura, de... De várjál, most nézem a címet. Female Fight Club. Female Fight Club. Jó, menjünk tovább. Ez nekem tetszik. Rohadjak meg, ez nekem tetszik. Ez nem rossz, de... Tök menő. Hót, szigorú mindenki. Nem annyira szar a Photoshop. El itt a csaj karjánál azért egy kicsit. Jó, igen, a Photoshop az olyan, amilyen, de a felső része az jó. Ott azért elég jó munkát végeztek. Következő. Én nem azon, hogy lila. Ja. De itt van Steven Seagal, ő majd segít. Itt van Steven Seagal. Driven to Kill. Ezt mi láttuk szerintem a borító mustrán, csak... Csak nem ezt a borítót. Nem ezt a borítót, mert szerintem ott csak az alsó rész volt meg, tehát nekem alulról rémlik a Seagal ezzel a beállással. Uh-huh. Mondjuk, hogy körülbelül minden második képen így néz ki, de... Igen, igazad van, ez a beállás, ez nekem is stimmel, ha. Hát szerintem az egy másik kép lehetett. Milyen megnyugtató arca van ahhoz képest, hogy éppen szétlő valakit. De annyira érdekes, nem, hogy... 20 cm-en belül kétszer van rajta a Seagal, sőt háromszor, mert a háttérben halványan valakit éppen lerúg. Tényleg basszus, háromszor rárakták Steven Seagalt. Egyszer rúg és kétszer lő. Hát ez nagyon szar. Ja, ott le most látom, ott van egy csaj is ott a füst között. Ott van egy szőke csaj. Akkor ő lehetne a Steven Seagal. Oké. Okay. Mondanám, hogy szörnyű volt, de én ennél sokkal rosszabbakat is mondtam már. Erre én nem tudok mit mondani. Tehát ez is egy ilyen disaster. Tehát ez tényleg minden létező dolgot rátoztak, amit csak el tudsz képzelni. Fölül meg van valamilyen maffia jelenet. Várja, ott is lehet, hogy ott van Steven Seagal? Nem, fölül nincs ott. Kitánó olcsó kiadása van. Rendben. Következő? Ez sem volt egyszerű eresztés. Nem. Ádám következik. Ismét. Ez egy másik Ádám. Renegade. Hát ez egy lemezborító, igen. Lorenzo Lamas, jól látom? Nem lepődnék meg. Hát az meg a szőke csaj, úristen, tudom, nem fog eszembe jutni a neve. De hát ő is egy ilyen harcművész csaj. Nem fog eszembe jutni a neve, de hát ez egy All-Star Gárda, miért csak így oda raktátok? Hát ez igen, egy nagyon tini magazinborító, szörnyű. Ezt tudod mi? Ez ilyen inger szegény, ez ilyen... Ja. Tényleg, mint hogyha nem is borítónak szánták volna, csak figyeljetek, ha már így összejöttünk, készítsünk már egy fényképet. Ja, és ez lett belőle, hát, köszönjük. Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Wow. Ez megmagyaráz pár dolgot. Ez könyvborító egyébként. Egyébként igen. Annak jó lenne. Így, hogy Jodorowsky, így értem. Igen, tehát amúgy sok kérdés felmerülne, de így bármire nézek, és kérdés fogalmazódna meg bennem, ránézek, hogy ja. És csak a tüzet. Térdelő ember van a tűzbe. Ez jó. Ez tényleg. Jó. Ugye? El van rejtve, de az nem el van térdel, rejtve. Az ül. Az nem, térdel, ott van hátul a lába. Az mert alsó lába. Ugyanarról a tűzről beszélünk? Én a baloldali tűzről, de a jobboldali is térdel, ha megnézed, hátrafele hajlik a lába. A jobboldalinál látom, de így már a baloldalinál is tényleg ott van maga alatt a lába. Nem, az ott, ami elő van, az lehet, hogy a farka, vagy én nem tudom. Jodorowsky, tehát igen. Bármi lehet. Ugye milyen jó volt a Szenthegy? Jó, menjünk. A kis csöcsös angyalkákat még azért megnézem közelebbről. Nekem ez tetszik. Ez igen, hangulatos. Nagyon jó. Következő. Jézusom! Nem elég ninja, de hát ez nem olyan rossz. Hát azért... De tudod mi a baj ezzel a poszterrel? Hogy Chris Farley kifinkta a napot. Vagy kifosta. Ezzel a poszterrel semmi baj nincsen, mert minden megmagyaráznak, ugyanis a cím alatt ott van, hogy Master of Disaster. Úgyhogy... Ja, ebben az esetben érthető, ez igen. Ez pont olyan, mint a Jodorowsky az előzőnél. Tehát vagy kiszarta a napot, vagy a napon ugrál. Igen. Bansziból. Az a baj, hogy mondanám, hogy a plakát félrevezető, mert én speciál kedvelem ezt a filmet. Én is kedvelem egyébként, de így nagyon idióta film. A film is ugyanolyan tirpák, mint ami ennek a borító beállítja. Ja. Tehát legalább a filmhez igazodik. Tehát olyan, mint ja. A film. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Következő. Seth. Újabb visszatérő Kukov. Hát... Nem foglalkoztunk vele az előbb eléggé. Ne? Szerintem meg ezzel eleget foglalkoztunk, én ezt már nem akarom nézni, ezt a szart. De azért az nem tűnt föl amúgy a korábbi, hogy a half-baked comedy with extra cheese. Azért ezen én úgy
elgondolkoznék egy percet. Erre hagynék egy kis időt. Pont ennyit, menjünk tovább. Jó. Ó, már megint Bruce Willis. Megint. Na, ő vezet eddig. A videóban lesz egy counter, hogy ne nekünk kelljen számolni, strigulázni fogom. Kurva sokat szerintem fogok vágni, de nem érdekel. Bruce Willis vezet eddig. Lehet, hogy ő vezet, igen, mert ő neki ez a harmadik vagy negyedik. Ez is egyébként magazinborító. Az. Nyuszis papucs. Sporszívó. Mit? És egy csirke. Jobb lent. Mi történik itt? Már ez nem a bérgyilkos a szomszédom? De. Annak a második része, nem? Hát én nem tudom, én azt hiszem csak az elsőt láttam, de abból sem emlékszem semmire. Mint hogyha abból lett volna a Matthew Perry. Nem, az elsőben is benne volt Matthew Perry. De úgy értem, hogy abba, tehát hogy a bérgyilkos a szomszédomban. Ja igen, abba volt. De szerintem ez az. Aha. Nem biztos, nem esküdnék meg. Nem rémlik csirke az első részből. Nekem az a szemüveges csávó nem rémlik, aki ott kettőjük között ilyen nagyon pedofilan. Az a Joe Pesci a halálos fegyverből. Tényleg. A poszterre megvan, amikor úgy kijön a Roger és Murdoch. Van egy nagyon nagy különbség, hogy ott vicces volt. Jó, meg azt mondtam, Roger és Murdoch között. Bravo. Ez azért, ez respect. Kár, hogy kihangsúlyoztad, mert nem is volt feltűnő. Nem baj, ez saját magamat muszáj korrigálni. Jó, erről tudunk valamit mondani? Na, igazából nem. Csirke, mamusz. Csirke, igen. Okay. Meg Bruce Willisen valamilyen szoknya van. Jó, akkor most megyek tovább. Na, fasza, ezt már ismerem. Hát figyelj, Ufból, tehát egyébként Hitlert játsza, látszik a borítón. Ja, tényleg. Abszolút hiteles. És ez valami 2 csillag körül van egyébként, tehát ez egy ilyen minősíthetetlenül nagy szar. Tényleg, pedig a borító alapján tök más gondoltam. Hát nem tudom, ez is Photoshop disaster, lángok mindenhol, gépfegyver, a csaj olyan fejet vág, mintha éppen... Hadd ne mondjam, mit csinálnának vele. Éppen elsül. De nagyon gagyi az egész. Tehát úgy, olyan, mintha lenne koncepció mögötte, de nincs, mert csak odahaigáltak mindenki teljesen értelmetlenül. Ha jobban megnézed, akkor látszik, hogy nem. Nincs. De várjál már, a csaj nem is, az elsütő billentyűnél van az ujja. Tényleg. Hogy lő? Tényleg, ez a poszter hazudik? Mondanám, hogy színileg legalább egységes, de... De hát erős volt, mint felhúztal. Ja. Igen, elég jók egyébként, tehát azt kell mondanom, hogy eddig mindenki elég jól odarakta magát. Tehát tényleg olyanokat küldtök, egy-kettőt ismertünk azért, de van egy-két húzós. Nagyjából mindenkinél a háromból legalább egy az eddig olyan volt, hogy azért megálltunk a növekedésben.